összehozottan legyen. Viszont rendetekén, mint ahogy máskor is szoktuk, énekünk el a viszont.
és külön szeretném köszönteni, meg megköszönni mindazoknak, akik távolabbi vidékekről jöttek, sokan az anyaország határain túl. Svájcból, Ausztriából, Erdélyből. Azt hiszem, nekünk még több időfáradozás, és nem utolsó sorban anyagiakba került, hogy jelen legyenek a hagyományozó rendezvények. A Dunaharaszti Székely kör nevében nagyon jó szórakozást kívánok, és kívánom, hogy majd hajnal vagy reggel fele pozitív élményekkel, pozitív hangulatban vigyétek hírét rendezvényünknek a nagy világon. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek, hogy ilyen szép teltházas rendezvény alakuljon ki, de azt hiszem és meggyőződésem, hogy az ilyen jellegű rendezvények nem csak a szórakozásunkat szolgálják, hanem igenis közösségek összetartását, közösség nevelő hatása is van, gyökereinket, identitásunkat erősíti. És talán egy kapocs is a magyarság és a székelyföld között, hisz minden székely család már több ismerős barátok biztos már megémitált Erdélybe. Egyre, hál' Istennek, egyre többször halljuk, hogy székely és nem román. És azt szeretném mondani ezzel kapcsolatosan, és itt a Dunaharasztiaknak hívnám fel a figyelmét, mert szomorú azt tapasztalni, hogy egyes évfordulókon, nagyon jó, hogy most ennyi sok ismerős arc van, de egy-egy március 15-én, vagy egy, most nem is tudom mi a neve a trianoni megemlékezésnek, hogy ott is ennyi ismerős arc legyen. Szomorú azt tapasztalni, hogy egy 20 000-es városból alig-alig akad az önkormányzati tisztségviselőkön, illetve a civil szervezetek megemlékezőin túl hétköznapi ember. Fogjuk meg gyerekeink kezét, és szóljuk a szomszédnak, a magyar szomszédnak is, hogy menjünk és emlékezzünk, hogyha már munkaszüneti napot kaptunk, akkor áldozzunk egy-két órát arra, akik életüket vagy egy élet munkáját áldozták a szabadságért, vagy azért, hogy most itt ne törökül, vagy esetleg németül beszéljünk, akkor ennyit ők is megérdemelnek. Tudom, hogy nap mint nap annyi impulzus, annyi különböző identitások, csábítások érik az ember, politikai, gazdasági és nem utolsó sorban anyagi, de azt hiszem, hogy ezeket valahogy a kettőt össze lehet hozni. Havonta vannak megemlékezések, már mindent befogadunk, ami nyugatról jött. Halloween, Valentin, Holocaust, már lassan a disznót is elengedjük szabadon, mint az amerikai elnök a bujkát. Azt kellene, kedves barátaim, hogy elütetni azt a magot, azt a kovászt bekavarni, hogy előbb-utóbb legyen meg az eredménye. Tudom, hogy hisz az én gyerekem is 18 éves, nehéz azt mondani neki, hogy ma abból a szép telefonodból csak Dankó rádió szóljon, vagy este a családi legyen és ne éjjel-nappal a barátok közt. Férfiasan be kell vallanom, én is nem mindig magyar focit nézek. De előbb-utóbb meg lesz az eredménye, gondolom én, és tenni kell ezért a közösségért, úgy gondolom. Hogy mikor lesz meg az a szebb jövő, mikor lesz meg a terv, és azt szerintem még a tejnai cigányasszony sem tudja megmondani, pedig az Egyesület költségvetésének bizony jót tett volna ez a bizalmi információ. De azt hiszem, azt a kikövezett utat kell kövessük, amit őseink, akár kopjafával, akár fakereszttel, akár kő kereszttel kiraktak, és ehhez mindnyájatoknak kívánok erőt, egészséget, kitartást és türelmet. És ezért a pár perces késésért majd a Felcsikről érkezett Bolha zenekar, majd egy csárdás után még egy ropogósabb csárdással fog kárpótolni benneteket. A ma esti kedves meghívottunk elsősorban a
most a Buta Árpádra gondolok, ő egy szomorú esemény kapcsán érkezett. A tavasz folyamán elhunyt Cseh Judit népdalénekesnő, művésznő, és rá szeretnénk egy csokor népdallal megemlékezni. Ő már többször fellépett a Dunaharaszti színpadon, és rá szeretnénk emlékezni, és megkérlek szépen egy pár perces német csenddel álljunk fel és emlékezzünk. Thank you.
Mondd meg néki, hogy én őt igazán szeretem, a hófehér nyakát is csókod meg helyettem. De jól vigyázz a nyakánál, csitlangós az asszony, úgy végezd majd a dolgod, hogy tovább ugrasson. Aztán vissza ne tőlehetsz, ide a szobámba. Mondd meg nékem, mit láttál, katica bogárka. Aztán vissza repülhetsz, ide a szobámba. Mondd meg nékem, mit láttál, katica bogárka. Nem tagadom sohasem, hogy én a bort szeretem, ne gondoljon azért rólam rosszat senki. Mert ki a bort szereti, azt a bánat kerüli, babája is szívesebben öleli. Ezért hát szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Itt sem ér a csigadvét, rómás ember vígadvét, amíg csak a nap nem süt a szemükbe. Ezért hát szombat este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Ehhez sem kell kocsikó, gyalog iszom, az a jó, amíg csak a nap nem süt a szemükbe. Házasodni akarok, de csak olyat akarok, aki szintén szereti a bort kóstolni. Ki nem töröl, nem vitáz, sokat nem is magyaráz, szereti a szép nótákat húzatni. Aztán majd szombat este pénzt teszek a zsebembe, a bánatom elfeledem örökre. Ehhez sem kell kocsikó, gyalog iszom, az a jó, amíg csak a nap nem süt a szemükbe. Aztán majd szombat este részt veszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Itt sem ér a csigabé, nótás ember vígabé, amíg csak a nap nem süt a szemükbe. De lányok, e lányok, e vásárok, e gyilmányok, oda mellétek leragott szoknyátok. Ha nincs végtek leragott szoknyátok, nem is vagytok haraszték és lányok. Ha nincs végtek leragott szoknyátok, nem is vagytok haraszték és lányok. De elszakadt a ráncos csizmám szára, elszakadt egy Péter lakévába. Elhagyott a régi szerelőm is, ne borult már felettem az ég is. Elhagyott a régi szerelőm is, ne borult már felettem az ég is. De lányok, lányok, halasztik is a lányok, a vesten közös lakot, a szoknyátok. A hány legény, mint azt megcsapnátok, lányok, lányok, vásármegyén lányok. A hány legény, mint azt megcsapnátok, lányok, lányok, vásármegyén lányok. Köszönöm szépen, csodálatok az ügyészetnek, köszönöm szépen a kollégát. Táncosaink Monorról érkeztek, és a Andrássy Zsolt és a kedves felesége tanít minket táncolni. Próbálja sokszor meg a velünk megcsinálni a lehetetlen. És szeretnénk, ha az Egyesületünk, Görögbe a Pébo úr Egyesületével is havi kétszer szervezzen táncházat.
Thank you.